Sorozatunk legnyugatibb pontján van Guta városa, a Csalók köz egyik legnagyobb települése. Pozsonytól 90 kilométerre délkeletre vagyunk, a Vág és a Kis-Duna összefolyásánál. És itt áll az a fedett híd, ami a maga 86 méteres hosszúságával ma az egyik leghosszabb, teljes faszerkezetű fedett híd Európában. Gután vagyunk, itt állunk a Európa leghosszabb fedett fahídján, ami lényegében a régi töltést köti össze egy szigettel, igazából a úgynevezett dögös területtel, most jelenleg így hívjuk ezt a területet, a dögös területével. Azt kell tudni erre a területről, hogy itt egy holtágon keresztül visz az a híd, hogy elnézzünk jobbra-balra, ez a régi Kis-Dunának a holtága, ami le lett rekesztve az a 90-es évek elején, igazából a maga a folyás átkerült 100 méterrel feljebb, és egy ilyen kis sziget alakult ki, ami a, mondjuk ki, hogy a holtág, a Kis-Duna és a Vág folyónak a szigete. Akkor még, amikor építették ezeket a töltéseket, akkor ez a tó, amit látunk bent, ez a dögös tó még nem létezett. Egy füves, lápos terület volt, igazából bejebb találta a régi Békavárnak a terület, ami igazából egy régi vár volt. Béka, aztán később Békevár, tehát így nevezték az emberek. Erdős, lápos, igazából úgy kell venni ezt az egész területet, mint hogy egy ártér volt. Fedett hidak a középkor óta épültek Európában, és persze a jég és az árvizek miatt csak néhány maradt meg. A leghíresebbek Németországban és Svájcban állnak. Lucernben két híres is. A 204 méteres kápolna híd a legrégebbi, 1365 óta áll, a fedett Spreyerbrücke hidat pedig a haláltáncot ábrázoló festett fatáblák is díszítik. És persze ne feledkezzünk meg a firenzei Ponte Vecchióról, ami eleinte fából és kövekből készült, de a folyamatos árvizek elmosták, ahogy a venetói Bassano del Grappában álló híres öreg alpesi hidat is. Ezt utoljára az 1945-ös bombázások pusztították el, de ma is áll. A gutai fahíd a múlt század 50-es éveiben épülhetett, de a téli árvizek és a jégzajlás ezt is lerombolták. Igazából ez a híd, ami itt van, ez szintén utólag épült, kicsit feljebb, itt nagyjából 100 méter feljebb volt egy hasonló híd, amit mindig igazából a jég ár elpusztított. Emlékezésből építették meg ezt a hidat lényegében, és a 90-es években elején pedig ide került ez a szépséges hajómalom ide Gútára. Maga ez a híd, ahol most vagyunk, ez nagyjából egy ilyen, jól emlékszem, 5 évvel ezelőtt került felújításra, egy komplet rekonstrukcióra került, tehát egy felújításra. Gúta város önkormányzata felújította, mivel már nagyon rossz állapotban volt, maga ez a tetőborítás is megdőlt már, és kompletezhetjük a cölöpökig az egészet, és az alját újra felett újítva. És maga ez a híd akkor bevezet minket erre a szigetre, ha ide átmegyünk, akkor itt a magának a hajómalomnak vannak itt bizonyos kiszolgáló egységei, igazából le lehet itt ülni, szépen van itt egy vendéglátó egység, nevezzük úgy egy kocsma, ami itt van már az elejétől kezdve, a 90-es évek után épült ez is. Ha tovább megyünk, akkor meglátjuk ezt a dögös tavat, ami lényegében úgy keletkezett, hogy a gátrendszert, amit elkezdtek új gátrendszert építeni, azt innét bányázták ki, és most megtelt már vízzel, és egy csodaszép terület, igazából egy ilyen varázslatos ilyen területnek tartom, hogy mindig igazából rengeteg élővilág, több mint 60 fajta madárfaj megfordul itt, amit mondanak a madarász tényleg ismerőseim. Úgyhogy, és azt is kell tudni, az egész terület a Natura 2000-es természetvédelmi területnek a része. Ha nagyon alacsony a vízszint, ma is láthatók az eredeti híd pillérei. A 86 méteres hidat 1992-ben építették meg újra, emlékezetből az akkor már nem létező híd mintájára. A híd egy másik helyi attrakcióhoz, a hajómalomhoz vezet, ami egy 1920-ban készült dunaradványi vízimalom mása. Egy dunaradványi hajómalom volt az utolsó, amit partra vetve vagy vontatva még túlélte a hajómalmok korszakának a végét, a 40-es éveket, és amikor ezt a hajómalmot végleg a 60-as évekbe leszerelték, akkor jött a műemlékvédők részéről a gondolat. Itt a komáromi hajógyárba végül aztán az engedélyeztetés után 83-ban épült meg az a stilizált hajómalom és hogy mondjam, felhasználó barát, ahogy ma ismerjük Gúta
Guta határából. A hajómalom egy holtágban parkol, a Vág folyón voltak hajómalmok, Gután folyik össze a Vág és a Kisduna, a Vág az már nagyobb folyó volt, ott hajómalmok voltak ezzel a klasszikus széles malomkerékkel, és a Kisdunán meg jellemzően cölöpös vízimalmok voltak, úgy, ahogy az Ipolyon is. A hajómalmok valószínűleg a legrégebbi időktől, tehát már a középkortól kezdve kelepelnek itt Komárom mellett. Igazából erre írásos dokumentumok nincsenek, de valószínűsíthető, hisz maga a környék az jelentős gabona termőterület volt, a víz az adott volt, itt a Duna, itt a Vág, a Vágon fát szállítottak le, tehát minden adott volt, hogy a malmoknak ez a típus, a hajómalom itt elterjedjen. Az első adat egyébként a hajómalmokról, Komárom környékéről, csak a 16. század elejéről származnak, tehát azt tudjuk, hogy 1540 körül itt 12 malom volt, és valószínűsíthetjük az, hogy mindez a 12, ez hajómalom volt. Az utolsó malom a Dunáról 1965-ben került a Turóczentmártoni múzeumban. És valamikor a 60-as évek legvégén, vagy a 70-es évek elején, amikor tényleg eltűntek ezek a hajómalmok, akkor született meg a gondolat, hogy ne tűnjenek el örökre ezek a malmok, hanem készítsünk egyet ezekből az utolsó malmokból, vagy építsünk fel újra egy pontosan olyan malmot, mint amilyenek működtek. Hosszú előkészítés után végül a hajógyárral és a Szlovák Műszaki Egyetem mérnökeivel egyeztetve és együtt dolgozva készült el 1983-ban ez a hajómalom, amely jelenleg Gután található. A dunaradványi hajómalom végül nem radványba került, hanem előbb Komáromba, majd amikor a rendszerváltás környékén lassan pusztulásnak indult, a gútaiak reagáltak a leggyorsabban. Dunamocs az én szülőfalum, az úgy kerül a képbe hajómalom fronton, bár majdnem minden dunaparti település ezt mondja magáról, hogy hát nálunk volt a legtöbb hajómalom, de valóban Dunamocs onnan a történetírás egy bizonyos periódusban 27 hajómalmot jegyez, mivel a településen Dunamocson császári királyi magtárak voltak telepítve a hadsereg ellátására, ezért ezeknek a magtáraknak egy ilyen állandó beszállítói hálózatát is képezték a dunamocsi malmok, meg hát természetesen a szélesebb környéknek dolgoztak. A hajómalmok az erősödő hajózás útjában voltak, és a hullámzás is gyakran okozott gondot a malmoknak. Végül a 19. század végén a gőzgép és a villanyára megjelenése kezdte kiszorítani őket. 1870 körül Komáromnál még 33-35 úszómalom működött, az utolsó az 1929-es jégzajlás után hagyta abba. Az évszázadok folyamán folyamatosan fejlesztették, javították, elsősorban az őrlésnek a technikája volt az, amin változtatni kellett, hogy sokkal idővel, sokkal finomabb lisztet tudjanak őrölni, míg korábban például ugye kövekkel, őrlőkövekkel őröltek, később maguk is már hengereket használtak, tehát maguk a hajómalmok is átvették a modernebb technikát, de az sokáig megmaradt, hogy kétféle lisztet tudtak őrölni, tehát tudtak őrölni úgymond szitára, és tudtak őrölni úgymond parasztra. Tehát, hogyha szitára őröltek, akkor abból a finom liszt lett, amelyből kalácsot vagy rétest tudtak sütni. Ha úgymond parasztra őröltek, akkor egy durvább barna kenyér liszt jött ki belőle. Speciálisan minden malomnak megvolt a helye Komáromban is, tehát ezt nevezték malom állásnak. És ezek fokozatosan a parttól a folyónak a közepe felé mindig egy lépcsőzetesen voltak kiláncolva, vagy voltak kikötve, és minden hajómalmot minden évben ugyanoda, arra a helyre, arra a malomállásra állítottak. Ugye hisz a hajómalmokat minden ősszel, november vége felé Erzsébet napján kivontatták a partra, elvégezték rajta a karbantartási munkálatokat, tavasszal pedig, március közepén pedig újra munkába állították ezeket. Még Gútához azt mondanám el, hogy maga a terület kiemelt jelentőségű most Nyitra megyének a turisztikai fejlesztési koncepciójában, hiszen itt fogjuk megépíteni járásunk megyei kilátóját, most minden járásban épít a megyei kilátót, és hát
Gúta azért is különleges, mert ott van a két folyónak, a Dunának és a Vágnak az összefolyása. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a legmagasabb kilátót, amit a megye föl fog építeni, épp itt a Laposon, a két folyó összefolyásánál fogjuk felhúzni.